Extinction Rebellion szerepének ebben, mert hogy ez a kérdés, hogy mit látunk a követendő példának, vagy megoldható lehetőségnek, arányoknak, tehát az attól függ, hogy honnan nézzük. Mert számunkra, mint alulról szerveződő csoport, meg más civil szervezetek, a szakpolitikai megoldások kicsit távol állnak olyan szempontból, hogy alapvetően egy aktivistából álló csoport vagyunk, és ha bár valószínűleg jobban rálátunk ezekre a dolgokra, mint az átlag ember, de azért nem akarunk, nem tudunk ebben ajánlásokat tenni, nem is ezt látjuk a feladatunknak. Nem ilyen szempontból az egyik része az adaptációhoz kötném, másrésztről meg, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy bármiféle eredményt elérjünk a jövőben, elkerülendő a válságot, nem csak az ökológiai és klímaválságot, hanem úgy általában azt a fajta társadalmi válságot, amit mindez eredményezhet, az a közösségeknek a kiépítése, az ezen való munkálkodás, hogy a rendkívül szegmentált és individualizált társadalmat valahogy megpróbáljuk összekötni, megmutatni azokat a lehetőségeket, ahol az emberek tudnak aktívabb lenni, tehát aktív állampolgárok, aktív közösségeket építeni és kiépíteni emellett ilyen szolidaritási, cselekvési hálókat és közösségeket, mert mi erősen valljuk, hogy nem egy környezetvédő szervezet vagyunk, hanem társadalmi és környezetvédelmi aktivista csoport, hiszen társadalmi igazságosság és ehhez kapcsolódó cselekvés nélkül a környezetvédelem problémái is megoldhatatlanok maradnak. Nálunk ezekről a kérdésekről beszélgetések folynak. Mi nyitottabbak vagyunk a szakpolitikai iránt, de most nem szórakoztatnám a közönséget ilyen megoldásokkal, mert egyébként érdekesek, tehát hogy nagyon-nagyon bele lehet menni, és sok mindent lehet ezzel kapcsolatban mondani. Nekem szubjektíve úgy tűnik, hogy itt most az elsődleges cél még mindig a tájékoztatás. Tehát csak pár dolog. A Természetvédők Szövetsége az nemrégiben 16-ban talán készítette egy felmérést a magyar lakosságnak a tájékozottságáról, hogy mit tudunk a klímaválságról, és azért még annyira nem sokat. Tehát az emberek inkább úgy vannak vele, hogy igen, a jegesmenők valószínűleg meghalnak, valószínűleg lesznek csúnya szárazságok Indiában. Hát nálunk is biztos rosszabb lesz az időjárás, de mint ahogy a rossz egészségügyet igazából ezt is valahogy ki fogjuk írni, majd kibekkeljük. Tehát összességben az emberek azért nem látják ennek a helyzetnek se a súlyosságát, se azt, hogy pontosan mivel lehet megoldani. A lakosság 20%-a például úgy gondolja, hogy a műanyag szennyezés okozza a klímaválságot, és nem kell annyit szemetelni, szemetet kellene inkább szedni. Tehát nem tudják, hogy az energiaszektorhoz van köze, kisebb részben a mezőgazdasághoz. Tehát ezekbe a dolgokba bele kéne menni szerintem. Hogyha ezek egy általános tudássá válnak, elfogadott tudássá, ugyanúgy, mint mondjuk azt, hogy elvárjuk az államtól, hogy adószedés fejébe védjen meg, mint biztosítsa a közbiztonságot, meg az egészségügyet. Szóval, hogyha ez ilyen elterjedté válik, akkor valószínűleg ez motiválni fogja a politikai osztályt is arra, hogy jobban foglalkozzon ezzel a területtel, mert ugye a politika az 4 években gondolkodik, és ilyen szempontból mindig az, hogy a következő választást azt elérjék, az nagyon meghatározó a számukra. Tehát ha a lakosságnak nem követelése konkrétan az, hogy ezzel az ügyel foglalkozunk most azonnal és radikálisan, akkor a politika nem tud ezzel az ügyel foglalkozni, mert egész egyszerűen nincsen rá lehetősége. Szerintem érdemes kiindulnunk abból, hogy hol tartunk most. Tehát ugye a 2005 évvel a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény után lényegében az abban lefektetett ipari forradalom kora előtti másfél fokos melegedésnek a megállításáról, mint célról lényegében lecsúsztunk, és nagyjából 90%-os eséllyel le fogunk csúszni a 2 fokos melegedésről globálisan. Tehát ez a kiinduló helyzet, és különböző tudományos becslések alapján, illetve az szerint, hogy mennyire, mikor és hogyan tudjuk a üvegházhatású gázoknak a kibocsátását csökkenteni, nézhetünk egy 3-4, akár 4,5 fokos melegedés elé a következő évtizedek. És ebből szerintem az következik, hogy a klímamitigáció mellett szerintem nagyon hangsúlyosan és hangsúlyosabban kell beszélnünk Magyarországon,
van, Európában és világszinten is az adaptációról. Ami, és tényleg van egy ilyen érzület szerintem még a magyar társadalom, hogy egy ilyen klasszikust idézek, hogy nem fog begyűrűzni, hanem hogy közben meddig az emberek igenis érzik a napi valóságokat. Hát a Békásmegyeren vagy a Havanna lakótelepen júliusban a 42 fokban, meg a tényleg trópusi az éjszakákon, amikor 25 fok fölött van az átlaghőmérséklet, a panelokon megmaradni, ez nem a gyerekeink problémája, hanem a szüleink, nagyszüleink mindennapi valósága. Vagy azoknál a villámárvizeknél, amikor például az első kerületben a fő utcán lényegében az autók tenger alatt járóká változnak, hogyha egyszerre lezúdul akkor a csapadék, ami soha nem történt. Tehát ezek napi valóságok és napi feladatokat és teremtenek a közösségeink számára, és éppen ezért miközben a mitigáció nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni, hogy megállítsuk 2-2,5 fokos, vagy 3 foknál, mert minden egyes tized fok nagyon súlyos emberi milliók életében mérhető károkozást fog okozni a következő évtizedekben, egyre inkább nagy hangsúlyt kell fektetni az adaptációra, arra, hogy a vezetők, az államok, a városok és a közösségek hogyan tudnak ott lenni az elesettek és a kiszolgáltatott csoportok mellett. És amikor arról beszélünk, hogy klímavédelem, és arról beszélünk, hogy adaptáció, akkor szociális védelemről is beszélünk, hiszen mint annyi más társadalmi jelenségnél, itt is teljesen egyértelműen a leszakadó társadalmi csoportban lévő, azok, akiknek rosszabb lehetőségeik vannak, sokkal kevésbé tudnak ellépni a klímakatasztrófa napi hatásaitól és azoktól a szenvedésektől, amiket ezek a jelenségek okoznak, mint a társadalomnak azok a tagjai, akik lényegében egyrészt a különböző céges tulajdonokon keresztül valójában a klímakatasztrófát okozó tevékenységeknek a hasznait élvezik, és akiknek lényegében az őket kiszolgáló, illetve általuk irányított politikai erők pedig akadályozzák a valódi mitigációnak az elindítását. És éppen ezért Magyarországon, ami az Európai Unión belül, az Attila is említett, a legdurvábban kitett országok egyike, ezen belül Budapest pedig a legdurvábban kitett régió, nyilván részben a városi hatások miatt, amik minden nagyvárosnál jelentkeznek. Alapvető feladat, hogy az elesett, idősebb, védtelenebb társadalmi csoportok számára az adaptációban lehető legjobb segítsége volt pedig. Ugye elhangzott a több szempontból is az alapvető kihívás és dilemma, hogy ugye van egy fővárosi vezetés, meg adott esetben vannak Magyarországon olyan városok, akik szintén gondolkodnak olyan stratégiákban, ami a klímaváltozással és a klímavízhelyzettel kapcsolatos, de van egy olyan politikai rendszer, ami finoman szóval is hektikus ezekben a kérdésekben. Ugye itt különböző álláspontokat hallhatok, hogy az Orbán rendszer ilyen vagy olyan, ilyen perspektívák vannak benne, vagy másmilyenek. De az kétségtelen tény, ahogy utaltak rá a beszélgető partnerek, hogy van egy hullámvasút, aminek most egy más pozícióban vagyunk, mint mondjuk durván egy évvel ezelőtt. 2019. májusában ugye Bayer Zsolt arról ír, hogy itt tulajdonképpen a klímaváltozás, a klímaválság a világ egyik legnagyobb üzlete vagy üzleti vállalkozása, óriási hasznokat tudnak belőle, politikai hasznok, gazdasági hasznok kitermelni különböző szereplők. Tegnap jelenik meg egy cikk Varga Judit igazságügyi minisztertől, ami hát jelentős mértékben elrugaszkodik ezektől a megközelítésektől, és keresztény, konzervatív klímavédelmet vízionál, amit részben ugye Levente már meg is említett, annak a lehetséges olvasatát. Az egyik kérdésem arra vonatkozna, hogy ez az irányvonal, ez egy most jó indulattal viseltetek a dolog iránt, ez valamilyen politikai gondolkodásnak, hogy mondjam, innovációnak, evolúciónak a terméke, belátják a beláthatót, van is adott esetben forgatókönyvük, tudják vagy tervezik azt, hogy mit lehetett tenni a klímavészhelyzettel, és ez csak egy ilyen politikai adókapok volt, hogy ugye a miniszterelnök azt mondta a főpolgármesternek, hogy köszönjük az intézményt, várjuk, hogy hogyan kell tartalommal megtölteni.
Tehát az első kérdésem erre vonatkozna, amit egy picit már érintettünk is, hogy hát hogyan írható le az Orbán rendszernek ez a klímapolitikája, vagyis az, hogy egy ilyen anti-klímapolitikából tulajdonképpen körvonalazom játszik valami, amit hát nem is tudom még, hogy minek nevezzük. És a másik ehhez kapcsolódó kérdés, hogy politikai szempontból, városvezetési szempontból, NGO-k, mozgalom, aktivizmus szempontjából, és itt nagyjából meg szakértelem szempontjából, és itt felsoroltam a lehetséges irányvonalakat, hogyan kell ehhez viszonyulni. Hiszen tulajdonképpen arról van szó, hogy a dolog az közös lenne, a klímaválságot tulajdonképpen közösen szenvedjük, de van egy, azt gondolom, egy döntő különbség, vagyis az, hogy az Orbán rendszer, és itt kiemelném, ami többször elhangzott, nem kifejezetten szociális irányultságáról, megközelítéseiről elhíresült. Hát együtt lehet-e működni egy olyan politikai rendszerrel, ami mondjuk 10 év regnálása során hát egy durva antiszociális bizonyítványt állított ki magáról. Ez itt változhat-e, kell-e változzon? Bár érezhető ebben a kérdésben megfogalmazott szkepszisem, ugyanakkor nyilvánvalóan az ügy az közös. Tehát nem lehet rá csak városból, csak önkormányzatból, csak tudományos szektorból, csak NGO-k felől, csak mozgalmak felől erre a kérdésre reagálni. Én tulajdonképpen ezt a dilemmát korszakunk egyik legfontosabb dilemmájának látom, hiszen az Orbán rendszer nem egyedül van ezzel a megközelítésével, hogyha megnézzük a jobboldali konzervatív, szélső jobboldali megközelítéseket, nagyon-nagyon-nagyon hasonló forgatókönyveket, és benne a változást is látható. Tehát összefoglalva, hogyan láthatjuk, hogyan írhatjuk le ezt a változást az Orbán rendszer vonatkozásában, és hogyan kell, hogyan lehet erre reagálni, lehet ezzel együttműködni, együttműködésre vagyunk-e ítélve ezzel a megközelítéssel, stb. Bármi, ami eszünkbe jut, eszetekbe jut. Igazából ilyen jól nyilvettem a kezembe a mikrofon, mert én már a felét elmondtam korábban előre válaszolva erre a kérdésre. Tehát az lenne ugye a nehézség, hogyha, ahogy Dávid mondta, 90% eséllyel elbuktuk a 2 fokot. Na most a 2 fokkal az a probléma, hogy nem tudjuk biztosan, de van egy elég erős szansz rá, hogyha azt túllépjük a melegedésben, én úgy tudom, hogy körülbelül 2050 környékén fogjuk ezt túllépni, akkor viszont beindulnak egy ilyen, beindulnak önerősítő folyamatok, és hogyha ezek viszont beindulnak, annak beláthatatlanok a következményei. Ami azt jelenti a beláthatatlan következmény, hogy olyan helyzet, amivel az emberiség soha semmikor a létezése során nem találkozott, olyan méretű katasztrófák, amiket jelenleg el sem tudom képzelni, és ha én elkezdenék arról beszélni, hogy ez körülbelül mit jelent az alapján, amiket eddig én láttam, olvastam ezzel a témával kapcsolatban, akkor valószínűleg demagógiával, rémhírkeltéssel, terjesztéssel vádolnának, de én csak egyet javaslok, az a Kritikus 6 fok című film. Én azt az egyet, hogyha valakit érdekel, nézze meg. Na most, ha belenézünk abba a világba, amit az bemutat, ott minden más. Ott valószínűleg az alapvető erkölcsénk is megváltoznak. Szóval, ha ennyire megváltozik a világunk, ott valószínűleg a jelenlegi viszonyaink, hogy Fidesz, ellenzék, ezek felülíródnak. Nem lesznek lényegesek, mert egész egyszerűen létkérdéseken fogunk vitatkozni, azt próbáljuk akkor megvalni, tehát mondjuk egy ilyen felmelegedő világban, vagy Magyarországnak honnan lesz megfelelő mennyiségű vize, hogy építsünk elegendő nagy víztározókat, hogy amikor jön a víz, akkor legyen, amikor nincsen víz, akkor ugye öntözzünk, hogyan oldjuk meg, hogyha a világgazdaságban olyan válságok vannak, ami tehát a 2008-asnak mondjuk a többszöröse évente, és akkor ilyen nagy összeomlások, hogyan szervezzük újra a teljes életünket. Tehát ilyen egy ennyire már mondhatni cifi szituációban, hát igazából én azt tudom csak mondani, hogyha az Orbán kormány ezzel nem tervez előre, vagy bármilyen kormány ezzel nem tervez előre, akkor valószínűleg nem gondolta végig azt, hogy miről van szó. Mert ha végig gondolná, hogy miről van szó, ha egyáltalán az emberek végig gondolják, hogy miről van szó, az egy életmegváltoztató helyzet. Onnantól kezdve nem tudsz ugyanúgy nézni a világra.
Szóval ilyen szempontból, ugye, amit Dávid mond, hogy elő kell készülnünk erre a válságra, ugye a mitigáció, amit említett, a szegényebb rétegeknek a támogatása, tehát ez a minimum kötelessége minden egyes kormánynak, aki legalább egy picit szereti Magyarországot, hogy erre maximálisan odafigyelve felkészüljön. Ez a létminimum, tehát ennél nem lehet alább adni. Igen, én sem lennék bele itt lélekbúvárkodásba, hogy akkor valójában a Fidesz mit hisz, vagy mit nem hisz, vagy Orbán Viktor mit hisz, vagy mit nem hisz, mert szerintem ebben ők kifejezetten opportunisták, tehát egyedül azért foglalkoznak most ezzel, mert állnak kényszerítve, illetve mérnek, és a méréseikben látják, hogy azért ez a társadalom egyre jelentősebb csoportjainak fontos a klímakatasztrófa, és pont azért, mert nagyon kevés időt van, és pont azért, mert a feladat hatalmas, engem az vezet, hogy olyan tudjuk a kormányzatot, szinte akármilyen politikai eszközzel rákényszeríteni arra, hogy ebben a nagyon rövid időablakban, ami rendelkezésünk rá, valódi változásokat, és legalább a lehető legnagyobb jó irányba tett lépésekre rá tudjuk őket kényszeríteni, akár politikai erővel, akár különböző számunkra fontos ügyekben történő megtekerésükkel. Szerintem nekünk ez a dolgunk, és mellette az a dolgunk, hogy azon dolgozunk, hogy egy ilyen klasszikus, valójában üzleti alapokon működő politikai képződmény, mint a Fidesz, a lehető leggyorsabban leváltsunk, és ezzel legalább Magyarországot jó irányba tudjuk fordítani. Szerintem politikailag ez a helyzet, és ez a feladat, és ebből a szempontból, hogyha bármit el tudunk érni, az engem tökre nem érdekel, hogy azért tudjuk elérni, mert éppen azt gondolják, hogy ez nekik jó lesz a szavazóknál, vagy azt gondolják, hogy ezzel pár picit jobban fekszenek Európában az adott politikai pártcsaládon belül, engem a valódi eredmények érdekelnek, és az, hogy hozzá tudunk-e járulni ahhoz mitigációsan és adaptációsan is, hogy a magyar emberek jövőjét a lehető legjobban, és ezen belül természetesen nekem a budapestiek jövőjét a lehető legjobban irányba tudjuk lökni egy olyan globális helyzetben, amiben tényleg nagyon durva forgatókönyvek néznek ki, és amiben láthatóan a Fideszhez hasonló politikai szervezetek teljesen egyértelmű álláspontot vesznek fel, és teljesen egyértelmű álláspontot vesznek fel azért, mert a mögöttük álló üzleti körök profitálnak abból a környezetszennyező és klímaszennyező magatartásokból, amire a lényegében az egész kapitalizmusunk felépült, és aminek nyilván ez a neoliberális fajtája az 1970-es évek második fele óta, meg tényleg rálépett a gázpedálra, amivel lényegében a szakadékba vannak. Már elég sok gondolat elhangzott, amit én is ki akartam emelni. Tehát, hogy az, hogy most ért el odáig a klíma mozgalom, az ekológia és klíma mozgalom, hogy most már a populista kormányoknak is teljesen jól megéri ezt beilleszteni a narratívájuk, ez nagyon jól mutatja maguknak a mozgalmaknak is a sikerességét, úgy gondolom. Mert visszakanyarodva egy icipicit a legelső kérdésekre, hogy mi az értelme a klímavészhelyzet kihirdetésének, meg az erről való beszédnek, hogy egyfajta narratíva formálás. Tehát, hogy most az elmúlt egy évben itt teljesen átalakult, hogy hogyan beszélünk a klímáról, hogyan beszélünk az ökológiáról, még mindig nagyon nagy igény van az ismeretterjesztés és a tudás átadása, hogy ne ott akadjunk meg, hogy ne tegyünk műanyag szívószálat a koktélunkba, hanem hogy tényleg legyen egy tudatos hozzáállás ezzel kapcsolatban. De amit itt még talán kiemelnék, hogy az elmúlt egy évben megnövekedett klímamozgalmak, mint a Fridays for Future vagy az Extinction Rebellion alapvetően ugye rendszer szintű változást akar elérni, és rendszer szintű cselekvésre szólítjuk fel a döntéshozókat és politikusokat. De egy rendszer szintű változás nyilván nem fog az egyik napra a másikra megtörténni, tehát hogy ameddig van egyfajta rendszer, meg egyfajta kormány, valamilyen szinten mindenképpen együtt kell működni, nem egyetértésben együtt működni, hanem azokkal a keretekkel dolgozni, amik vannak. Én nem hiszem azt, hogy ebben a jelenlegi kormányban, vagy ebben a jelenlegi neoliberális kapitalista rendszerben
ténylegesen bármit el fogunk érni. Szerintem nagyon igaz az a mondás, hogy hamarabb elképzeljük a világ végét, mint a kapitalizmusnak a végét, és itt az most kifejezetten igaz, mert hogy számos képet fel tudnánk vázolni, hogy hogy fog kinézni, hogyha elérjük a 2,5 és 3 fokot, és hogy hogy fog kinézni a világunk, de hogy arra már sokan és sokat gondolkodnak rajta, hogy hogy néznek egy kapitalizmus nélküli világ, de hogy hamarabb mondják azt, hogy, hogy beledobva a kezünk a bűnbe, mint az ökológiai válság kapcsán. Hát azt gondolom, hogy pontosan abban az irányba kanyarodtunk, és én nem akarok így rátehénkedni a beszélgetésre, ami a kulcskérdés. Tehát ugye nagyon-nagyon sokszor előkerült a rendszer szintűségnek a kérdés, és az utolsó blokk, amiből tényleg bármelyik labdát leüthetitek, vagy éppen elengedhetitek, és akkor utána kinyitjuk a közönségnek, a kérdezésnek és a rövid hozzászólásnak a lehetőségét. Szóval az utolsó blokk azt hiszem, hogy nyilván önöket is talán inspirálhatja. Ugye az utolsó kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy mit lehet úgymond hazavinni, vagy mit számlálnak a beszélgető partnereink, a közönségnek, hogy végül is mire lehet alkalmas, mire lehet jó a klímavészhelyzet. Ez egy cél, aktuális cél, egy olyan eszközrendszer, ami újabb eszközrendszereket teremthet meg, egy politikai pillanat, egy politikai momentum arra, hogy másként gondolkodjunk, stb. Tehát az első labda arra vonatkozna, hogy itt ugye óriásiak adott esetben az elvárások és a politikai társadalmi várakozások. Lehet, hogy sokszor olyan szempontból alkalmazzák a politikusok ezt az eszközrendszert, ezeket valamilyen módon kordába tartsák, lehűtsék, politikailag profitáljanak belőle, de valós keretrendszerekben, jó lelkiismeretben mit tudunk arról mondani, hogy mire lehet jó, plusz egy órával ugye tovább él az emberiség, stb. Végítélet óráját, hogy egy percet, egy század másodperccel visszaállíthatjuk emiatt, stb. Tehát itt bármi felmerül. Második labda arra vonatkozna, amit Anna dobott fel, és ezzel nagyon sokat szoktam foglalkozni, tényleg távol álljon tőlem, hogy én határozzam meg ezeket az irányokat. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Anna felvetette a legalitásnak a problémáját, meg hogy az XR és más mozgalmak is próbálják polgárengedetlenséggel különböző módokon feszegetni a legalitásnak a kereteit. Klímavészhelyzet keretében értelmezhető a legalitás? Tehát amikor az életünkért próbálunk meg társadalmi szempontból fellépni, akkor számít-e az, hogy blokkád alá veszünk egy atomerőművet, számít-e az, hogy drasztikus károkat okozunk adott esetben bármilyen paradox közművekben, de szeretnénk ugye a figyelmünket felkelteni, számít-e egyáltalán az a legalitás, amit ugye megszoktunk, hogyha egyébként is elolvad a globus. Tehát én nem akarom a Lisszernek a szempontrendszerét megbírálni, távol álljon tőlem, hanem pontosan érdemesen egy picit felszabadítani magunkat, ugye a mély adaptáció is nagyon sok szempontból erre nyímel, hogy szabadítsuk fel az eddigi dolgainkat, eddigi megbékőzött gondolkodásmódunkat, és képzeljük el azt, hogy nem számít az, hogy mi a legalitás ott a kényszer keretrendszer. A harmadik labda ezen a vonalon értelmezhető a kapitalizmus. Ezt is Anna vetette fel, előtte pedig ugye Dávid a neoliberális kapitalizmus kapcsán. Lehet-e klímavészhelyzetben gondolkodni, anélkül, és ezt tulajdonképpen sok szempontból is válaszoltátok, hogy magáról a globális kapitalizmusról és annak a lokális, ha úgy tetszik, magyar félperifériális megvalósulásáról és valóságáról ne gondolkodnánk, azon ne szeretnénk túllépni. És ilyen szempontból is megint nem akarom az X-et, hogy mondjam, kipécézni, de az, hogy a kormányzat vallja be az igazságot, az nyilvánvalóan ebben a keretrendszerben érthető és értelmezhető. Nyilván a globális kapitalizmusnak a lokális komprádora nem fogja bevallani az igazságot, vagy nem úgy fogja bevallani az igazságot, hanem eljut azokon a varga betűkön keresztül valamihez, amit láthatunk az Orbán rendszer esetében is. Tehát hogyan lehet jól összekapcsolni a kormánykritikát, rendszerkritikát, stb. És nagyon-nagyon fontos, amire felhívtad a figyelmet, hogy hogyan lehet a rendszer végéről adott esetben gondolkodni, amiről azt hinnénk, hogy nem is biztos, hogy eljöhet, lehet, hogy már sok szempontból itt is van.
És a negyedik labda, és tényleg bármire lehet reagálni, hogy mondjuk a politika, ha lehet egy picit egyszerűsíteni, és mondjuk a szakmai, civil szféra mit igényel egymástól. Tehát hogyan lehetne ezt a diskurzust egymás között folytatni, elindítani, hogyan lehetne szakértelmet, mozgalmat, tényleg együtt működve egy új irányba lökni, mert én azt gondolom, hogy ez egy politikai és társadalmi innováció lenne, hogyha ezeket a szálakat valamilyen módon össze lehetne kötni, hiszen azt hiszem, hogy az érdekünk végső soron sok szempontból közös, sőt, egy biztos vagyok benne, hogy közös. Tehát elvárások, klímavészhelyzet kapcsán, hűtsük el, ne hűtsük, fokozzuk, legalitásnak a kérdése, hova mehet el a klímavészhelyzet kapcsán a politikai és társadalmi cselekvés, kapitalizmus rendszerszerűség, hogyan lehet ezt bevonni a rendszerkritikát ebbe a történetbe, és hát a politikai és civilek együttműködése, hogyan lehet tényleg egy új szintre vinni ebben a vészhelyzetben ezt az együttműködés, és bármire lehet rangálni, akár később is, akár esetleg a közönség is kapcsolódik ezekhez a dilemmákhoz. Én a másikra szeretnék reagálni, a legalitás kérdésére, mert ez kifejezetten a Pixernek szólt, ugyebár. Az első, amit kiemelnék, hogy a legalitás és az etikusság, vagy a moralitás, az így nem esik egybe feltétlenül. Úgyhogy ez az, amit itt szem előtt kell tartani. A másik, hogy az Extinction Rebellion világnézetében, vagy megközelítésében itt sosem az egyénnek a csesztetéséről van szó, hogy az egyénnek az életét így elemezni, hogy mit csinálunk rosszul, vagy mit csinálnak rosszul, az egyének életét elnehezíteni, büntetni úgymond, mert hogy nem vagyunk elég zöldek, mert hogy ez